Új kiállítással indította az évet a Galéria 12 kávéház. Fekete-fehér címmel állított ki grafikákat, szobrokat és porcelánműveket a Galéria 12 Egyesület 9 művésze. Borza Teréz, az egyesület vezetője, porcelánból készítette alkotásait. Van egy érdekessége a dolognak, hogy itt az egyik munkámat én is kanadai márványban képzelem el, mert az az én elképzelésem a jövő szempontjából, hogy ugye a porcelánnak a törékenysége és érzékenysége miatt nem nagyon lehet kivinni szabad térbe. És arra gondoltam, hogy egy köztéri plasztikának is el lehetne, ha márványban megfaragtatom a tervemet, akkor el lehetne esetleg egy pályázatra adni, vagy egy ötletszerűen, egy szép térnek a közepére, és hát ezt nagy méretben ugye meg lehet faragni. És ami érdekes, hogy a márvány, hogyha szépen és finoman el van vékonyítva, ugyanolyan szép áttetsző tud lenni, mint a porcelán. Itt jelen esetben látjuk is a képen, vagyis a vitrinben. Tehát az a lényege, hogy én már nagyon régóta kerestem egy olyan anyagot, ami felváltaná nekem a nagymérethez szükséges anyagot, a porcelánt, hogy ezt nem vihetem egy ilyen köztérre. Ez egy nagy öröm volt számomra, hogy meg tudtam faragtatni, sőt, utána is érdeklődtem, hogy milyen nagy méretben lehetne ez, tehát akár egy 3 méter nagyságban is, tehát egy jó nagy, szép köztéri szobornak elérhetne valahol helyezni. A tárlaton a márvány, a porcelán, a grafika és az üveg kapta a főszerepet. A legtöbb mű a grafikai technikák különböző skáláján készült. Emellett a szobrászmunkák is helyet kaptak, persze a címhez hűen, minden feketén-fehéren. Ezt most direkt úgy döntöttünk, hogy ebben az évben, havonta persze megjelentünk kiállításokat, de általában egy kicsit téma szerint, hogy legalább mindig egy egységesebb, egy kulturáltabb és egy igen elegáns kérdés hozzuk létre. 9 művész állít ki, és én azt hiszem, hogy az lenne a legfontosabb, hogy az ő nevük is elhangozzék. Az első Szmecsányi Boldizsár Boldi, ezt mindenki ismeri, Füriesi Csaba, Kecskés Krisztina, Kontur András, König Frigyes, Magyar Gábor, Pató Károly, Mén Zoltán, és hát én is. Mivel pont a fehér porcelánjaimmal belefértem ebbe a témába, ezt végül is Pató Károly alelnök szervezte. Ő is úgy gondolta, hogy a kerületben dolgozó művészek közül nagyon sokan foglalkoznak grafikával, tehát a fekete-fehér ebben nagyon szépen adott volt. Főleg olyan művészeket kerestünk, akik vagy márványban, vagy jelen esetben is porcelán, vagy üveg dolgozik, tehát itt is a fehér és a fekete színi bejöhetett, és ennek ellenére mondhatjuk, hogy nagyon szép színes így is a kiállítás, mert ugye mindenféle műfajban megjelentünk, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó műsor állt össze. A kiállítás január 30-áig látható a Galéria 12 kávéházban a Hajnóci utca 21 szám alatt, reggel 8 és este 10 óra között.